Nézzük a következő beépülőnket, az Adobe Presenter következik. Az Adobe Presenter az Adobe szoftver cég által készített olyan beépülő, én most ez egy link, ami ellinkel az Adobe megfelelő honlapjára. Ezt önök is nyugodtan megtehetik, hogy otthon elkészítik, tehát meg fölkeresik ezt a honlapot, amely megjelenik a 2007-es verziótól lefelé. Na most a 2007-es verziótól lefelé, ez azt jelenti, hogy a 2003-asban is be tud épülni, lehet látni, hogy én már előzőleg meghívtam egyszer, hogy itt kétszer is megjelenik. És hát van egy videó is hozzá, amely videó most majd mindjárt megmutatom azt is, hogy ahogy néz ki, de nézzük meg, hogy előbb addig, amíg a videót megnézzük, a bemutató videót megnézzük, addig töltsük is le a trial verziót, és ezt telepítsük fel, ha sikerül. Na most a kérdés az, hogy vajon be tud-e épülni ez a 2010-esbe. A 2007-esbe minden további nélkül beépül, illetve a 2003-asba is, és megjelenik a PowerPoint-nak a menü szallagján egy új menüelem, amelynek a neve Adobe Presenter lesz, miközben másik gépen kontrollálom, hogy ez így megtörténik-e. Ahhoz, hogy én ugye ezt le tudjam tölteni, ahhoz nekem kell egy ilyen bejelentkezéssel rendelkeznem. Installálás után a 2010-es Office esetén megjelenik egy hiba üzenet, hogy ő nem találja az Office-t, holott ott van. 2007-es is, mint mondtam, annál korábbi verziók esetén ez nem fog megtörténni, hanem elérhető minden további nélkül. Éppen ezért én most más módszert fogok alkalmazni a bemutatásra, és a bemutatást videókon keresztül fogom eszközölni. Nézzük és hallgassuk meg együtt az Adobe bemutatóját erről a programról. To a learning management.
Or just give us a call. We'll be glad to hear from you.